sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horzbook csatornán. Itt vagyunk egy frissen trimmelt, sörényű papival, de a mai videó nem erről fog szólni, hanem az Offen a kengyelről. Tehát annak, aki nem ismerné, ugye az Offena az egy svéd találmány, egy svéd kengyel, ami úgy lett kifejlesztve, hogy teljesen ki lehessen zárni azt, hogy amikor leesel, beleragad a kengyelbe a lábad, esetleg túlságosan belecsúszik, és amikor leesel, akkor nem tudod kiszedni belőle a lábad. Ugye ez borzasztó, veszélyes balesetekhez is vezethet. Úgyhogy az Offenának ez a lényege tényleg, hogy úgy van kialakítva és úgy van kitalálva, hogy bármiféle esés során nem ragadhat bele a lábad. Ugye ez egy mágneses kengyel, láthatjátok, hogy nincsen külső szára, hanem a kengyel talpában és a hozzáadott talpbetétben van egy-egy mágnes, ami vonzódik egymáshoz, és így amikor beleteszed a lábad, gyakorlatilag csúnyán és erősen fogalmazva oda ragad a kengyel talpához a lábad, és így nem tudod elveszteni ezt a kengyelt. Abszolút nem gondolom, hogy ettől a kengyeltől bárki jobb lovas lesz, vagy bárki majd tud lovagolni azért, mert van egy ilyen kengyele. Innovatív, az tény, és bár annyira nem vagyok hívott az ilyen innovatív dolgokra, ugye ezt hallhattátok tőlem a Winderenes videóban is, de úgy gondolom, hogy biztonság szempontjából egy abszolút jó találmány ez a kengyel, és még egyszer mondom, senki nem lesz több lovasként egy kengyeltől. A felhelyezés nagyon egyszerű, rá van írva, hogy melyik oldal való. Kétféleképpen lehet felhelyezni, ugye az egyik az, hogy behelyezed és utána itt így felteszed, és ugyanúgy vissza, vagy pedig egyszerűen bebújtatod itt fölül, így és végig csúsztatod. Azt hiszem, hogy olyan 90 ezer forint körül van, ami abszolút abszurd ár egy kengyelért, viszont én ezt a kengyelt úgy vettem, hogy életem végéig ezt szeretném használni, tehát ezt nem átmenetileg, meg nem próbáljuk ki az Offena kengyelt, hanem én már nagyon-nagyon régóta tervezem, gyakorlatilag amióta kijött az Offena, tervezem, hogy én szeretnék egy ilyen kengyelt, és bizony, hogyha beválik, akkor egy életre. Hogyha tényleg olyan szuper, akkor egy életre nálam marad, és egyelőre abszolút ez az érzésem. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy életre szóló tárgyként igen, megérte nekem. Volt egy olyan kérdés is, hogy kell-e speciális cipő ugye ehhez a kengyelhez. Aki nem tudná, ez egy mágneses kengyel, tehát az a plusz benne, hogy kapsz hozzá egy ilyen betétet, és akkor ezzel meg is válaszolom már a kérdést. Kapsz egy ilyen betétet hozzá, amiben van egy mágnes, azon a helyen pont, ahol ugye a kengyelnek kell elhelyezkedni a lábadon. Ezt ki lehet választani abban a méretben, amiben nektek kell. És akkor ez a mágnes, ez fog odaragadni, és megfelelő helyre tenni a lábatokat. Ez most, ahogy hallottátok, meg ahogy láthatjátok, egy nagyon-nagyon erős mágnes. Ugye még, amikor betesszük a csizmába, akkor azért a mágnes és a kengyel között még ott lesz a cipő talpa, tehát nem ilyen erősen csattan rá az ember lábára, hanem sokkal finomabban. És ugyanúgy a megfelelő helyre teszi azonnal az embernek a lábát, ugye ott, ahol a mágnes van. Ezen a lassított videón jól láthatjátok, hogy a talpat egy kicsit befelé kell
feszíteni, és így egész könnyen le lehet venni, vagy bocsánat, ki lehet venni a lábat a kendjából. A talbetéttel kapcsolatban, mint nagyon fontos kiemelni, hogy mivel egy mágnes van benne, ez egy elég vastag talbetét, úgyhogy, hogyha épp hogy jó rád a cipőd, vagy tökéletesen passzol a lábadra, akkor valószínűleg, hogyha ezt a talbetétet beteszed, akkor nehezen, vagy egyáltalán nem fog rád felmenni a csizmád. Nekem ez a csizmám, ez 42-es méretű, alapból 41-es a lábam, úgyhogy marhanak szerencsém van ezzel, hogy egyen nagyobb csizmám van a méretemnél, mert így ezzel a betéttel tökéletesen illeszkedik a lábamra, de mielőtt bárki megvásárolná, azért ebbe gondoljon bele, hogy a csizmájába ez a talbetét bele fog-e férni. Ez körülbelül szerintem 5 mm vastag. Barbie kérdésére válaszolva, amikor megfogtam a kengyelt a kezembe, akkor az volt az első benyomás, hogy azt a rohadt, ez brutál nehéz. Nagyon-nagyon rég volt ilyen rozsamentes acélkengyelem, és abszolút elszoktam az ilyen nehéz kengyelektől. Tehát van benne anyag bőven, ugye a mágnes is alapból egy nehéz dolog, meg az, hogy teljesen fém az egész kengyel. Úgyhogy ez volt az első mondat, ami elhagyta a számot, amikor megfogtam a kengyelt, hogy hú, ez bizony nehéz. És akkor itt szerintem be is jöhet az a kérdés, hogy mi a különbség az Ofena S és az Ofena T között. Ugye az Ofena S, ami nekem van, ez az olcsóbb változat, ez 319 euró. Ugye ez rozsdamentes acélból van. Az Ofena T pedig ugyanígy néz ki, ugyanez a koncepció, és ugyanazokat tudja, mint az S, annyi, hogy titánból van, tehát egy sokkal könnyebb anyagból, könnyebb és drágább anyagból. A titán ugye a repülőknek a szárnyában egy megtalálható anyag, hogyha jól tudom. Tehát éppen ezért egy drága, strapabíró és mégis könnyű anyagról van szó. Azt hiszem, hogy az a kengyel az dupla annyiba került, mint az Ofena S. Rengetegen szeretnétek egyébként tudni, hogy térd és boka kímélő-e a kengyel. Az az igazság, hogy nekem volt már több térdkalács ficamom, és a kereszt szalagom is roncsolódott a bal lábamban, tehát eddig nekem nagyon-nagyon kellettek a térd kímélő kengyelek. Az Ofenát nem feltétlenül nevezném térd és boka kímélőnek. Lovaglás után van egy furcsa érzés a térdemben, de nem fájdalom, tehát abszolút nem fáj se a térdem, se a bokám utána. Ettől függetlenül annak, aki nem mer vakon belevágni, és térd vagy boka problémás, annak nem ajánlom, mert ahhoz pedig túl drága mulatság szerintem, hogy megvegye ilyen sok pénzért az ember azért, hogy utána ez ne jöjjön be. Úgyhogy nem, térd és boka fájós embereknek nem feltétlenül ajánlom. Ettől függetlenül a széles talp része miatt egy nagyon-nagyon kényelmes kengyelnek mondanám. Én nagyon szeretem azt az érzést, amit ad. Dílovas versenyen nem engedélyezett a kengyel, azt hiszem. A FEI által egyébként pedig jóvá hagyott, tehát a nemzetközi FEI is versenyeken ugróban lehet használni, és azt hiszem, hogy militariban sem engedélyezett. Egyébként pedig az Ofenának a weboldalán azt ajánlják, hogy mindig az érintett versenybizottságtól érdemes megkérdezni, csak hogy biztosra menjetek. Mivel ez egy eléggé új termék, azt hiszem, hogy 2-3 év van a piacon, ezért még nem mindenki ismeri, és nem mindenhol van még így eldöntve, hogy szabad-e használni, vagy sem. De azt tudom, hogy azt hiszem, hogy tehát
azt tudom, hogy díjlovas versenyen egyelőre nem engedélyezett. Ugye papi szokott néha nekem egy-egy ugrás után meglepetésből egy-egy ilyen kis rodeót nyomni, és több esetben is már rég elvesztettem volna a kengyelemet. Itt viszont ugye az Offenának köszönhetően a lábam végig benne maradt a kengyelben, és nem kellett azzal foglalkoznom, hogy megkeressem a kengyelem, hanem amint vissza tudtam állítani a lovat a normális kerékvágásba, ugye tudtam folytatni a munkát, anélkül, hogy tényleg arra kellett volna odafigyelnem, hogy visszategyem a lábam a kengyelbe. Erre a kérdésre ugye csak annyi, hogy az edzőnek akkor valószínűleg nagyon le kell majd nyomni a sarkát, és vigyázni arra, hogy ne csúszom ki a lába a kengyelből. Ugye tab betét nélkül az Offena az csak egy sima, átlagos kengyel. Zsófi kérdezi, hogy kezdőknek ugye ajánlott ez a kengyel. Én személy szerint azt mondanám, hogy nem, mert bármi ilyen újabb technológiával rendelkező felszerelés beszerzése előtt szerintem azért érdemes egy alap lovas tudást elsajátítani. Ezzel a kengyellel kapcsolatban ugye szerintem fontos, hogy az embernek legyen egy alap stabilitása a kengyelben, mielőtt elkényelmesedik ezzel. Végül, de nem utolsó sorban azt a kérdést szeretném megválaszolni, amire a legtöbben voltatok kíváncsiak, hogy kiknek ajánlom ezt a kengyelt. Most mindenkinek ajánlom, aki egy életre szóló kengyelt keres magának, mert én tényleg úgy látom, hogy abszolút életre szóló lesz nálunk az Offena. Baromi biztonságos, tehát ugyanúgy terepre, díjlovaglásra és díjugratásra is tudom ajánlani, mert bármi van, ebből a kengyelből biztonságosan ki tud esni és ki tud szállni az ember. Utolsó kis információként szeretném itt hagyni, hogy mivel abszolút pozitív a visszajelzésem az Offena kengyelről, egyenesen az Offena Svédországból felajánlotta, hogy egy nyereményjáték alkalmából kisorsolhatok a követőim között egy Offena kengyelt, úgyhogy nagyon figyeljétek a Facebook és az Instagram oldalunkat, mert nem sokára lesz egy Offena nyereményjáték. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót az Offena kengyelről. Ha tetszik, akkor mindenképpen nézzétek meg az Offena oldalát, amit itt hagyok nektek a leírásban. Bármilyen további kérdésetek van a kengyellel kapcsolatban, azt nyugodtan tegyétek föl itt a kommentekben, Instagramon vagy Facebookon.